szeretném megkérni Anita anyukáját és a Réka tesóját, Bencét, hogy legyenek szívesek kijönni, mivel hogy Anita nem tud itt lenni. Keresem egy kicsit a szavakat. Elsősorban nagyon, nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Ez a két kéz, ez az összefogás, ez tényleg ott volt. Mindenkinek ott van a szíve a helyén. Nagyon szépen köszönjük. Én nem merem kimondani a végösszeget. Rebeka, légy szíves. Ja, nem tudja ő se. Jó, oké. A végösszeg nem más, mint 1.179.685. Összetartásból ötös mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük a család nevében. Fogadják sok szeretettel a támogatóiktól. Biztos van helye. Elismétlen 1.179.685. Fogadjátok sok szeretettel, fogadják sok szeretettel. Igazán nincs mit. Köszönjük szépen a kutyapályát. Nem ilyen. Köszönjük az egész család felé, tehát rengeteg pénzt. Jó, semmi baj. Ennyi elég volt nekik bőven. Nem is kell lenni, hogy tudják. És most szeretném megköszönni ezt a rengeteg sok munkát, amit ebben belefektetted. Tényleg az egész mindenkinek nagyon szépen köszönjük. Nem is kell szaporítani. Fogják be, nyugodtan zárják le. Szerintem azt a pénzt, az jobb lesz lezárni a felsőt. Itt van egy kupak. Az, hogy apró nem fújja el a szél. Szerintem inkább arra tegyük rá azt a tetőt, hogy ráfér. Ja nem, itt van a tombolás tető, az arra megy. Jó, oké. Ezt kimurítom, nem izélek. Nem játszok. Jó, ezt így lefedjük. Jó van. Köszönöm szépen. Ezért volt érdemes. Sok mindenkinek lehetne köszönni, tehát itt a sátorállítóknak, tehát egyéb, fel sem tudom sorolni, tehát nagyon sok minden volt itt. Természetesen holnapra is azért várunk segítséget, Mise után 10 órakor itt találkozott a sátor szétszedéséhez, esetleg, hogyha van valakinek kedves, halál komolyabb, de 10 órakor, hogyha esetleg van valakinek kedve és a sátor segítene szétszedni, nagyon-nagyon megköszönném. Köszönjük szépen a polgármester hivatalnak a két vécét. Ezt is hozzá kell tenni, nem? Nem tudom, hogy mit kell mondanom. Úristen. Vörös keresztek. Átadom a doktornőnek a szót. Teréz anya azt mondta, hogy ahol nagy a szeretet, ott mindig történnek csodák. Én azt gondolom, hogy ez a mai este, ez egy csoda. Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármivel hozzájárult ehhez a csodálatos estéhez. Szeretném megköszönni Stefkának és Rebekának, azt mondta, hogy ne fényezzem, nem fogom. Ennyi, köszönjük szépen. Igazából ő volt a mozgatórugója ennek az egésznek. Aki szívvel, lélekkel valóban tett, de én azt gondolom, hogy ez mindenki másról is elmondható, úgyhogy mindenkinek nagyon köszönjük. És további nagyon-nagyon szép estét kívánunk mindenkinek. Akkor még egyszer köszönjük szépen. Remek, összeszedtem annál, hogy szépen belecsomultam egy csomba, jó? Így állj kortyod előtte, itt áll? Jó.